Sziasztok! Kaptam egy csomagot a Fétkésztől. Ez egy olyan cég, ami cségos fegyvereket gyárt, és lehet tőlük vásárolni is. Illetve hát nyilván azért gyártják, hogy megvásárolják mások. Mindegy, vajon mi lehet a csomagban? Megpróbálom úgy, hogy látszódjon. Mondjuk lehet, hogy ennek az az ára, hogy magamat fogom felvágni. Ez igen. Van itt benne két másik doboz, rá van írva, hogy Fétkész. És ilyen tologatós. Hű. Mutattam. Így. Itt van egy ilyen kés. Van egy kis súlya. Van rajta egy ilyen szallag. Ez... Nem tudom pontosan mire így lehet fogni és így lógatni, nem tudom. És a penge egy ilyen tokban van, amit mindjárt rájövök, hogy ó. Oh. Csű. Nagyon szép, színes, mutatom, és tényleg fényből van. Érezni is a súlyán egyébként. Nincs egyébként kiélezve, de gondolom ki lehetne élezni. És a dobozban van még, hát ez már szerintem csak reklám. Olyan, mint egy könyvjelző, és igen, ez már csak reklám. Lássuk a másik dobozt. Az is ilyen, rá van írva, hogy Fétkész, és így ki lehet csúsztatni. Igen, ebben is egy ilyen alakú van. És ezen ilyen a minta. Hát még egyszer nagyon köszönöm a Fétkésznek ezeket a késeket. Ha megtetszett és ti szeretnétek rendelni, akkor ott lesz természetesen a leírásban a link. Nem csak ilyen fajta kések vannak, hanem hát majd megnézitek az oldalon. Jó, akkor lássuk a következő adag kérdéseket. Ezt még nem is tudom hány hete vettem föl, úgyhogy nem is az a ruha van rajtam, úgyhogy nehéz lesz így úgy csinálni, mintha most folytatnám. Kovács Gergely Attila pedig azt a kérdést tette föl, melyik az a szerkezet, amiket a legjobban szereted? Mindig próbálok egyre jobbakat, egyre jobb minőségben, egyre érdekesebbeket, tehát minél jobban kidolgozni, azon vagyok. Úgyhogy általában a legutóbbi a kedvencem így a kalandpályák közül, és a rendszerek közül is általában az a legokosabb, amiket legutóbb csinálom. Hát abban volt a legtöbb tapasztalat. A liftbe azt tetszik, hogy figyeli, hogy mire rakod el. Tehát, hogy valamilyen blokkra vagy emeráldra, és akkor attól függően össze lehet építeni. Tehát, hogy komplexebb építményt tudsz összerakni, ez itt tetszik belőle, vagy benne. A Halloween-i boss is nagyon tetszik, mert nagyon látványos. Tényleg, hogy így egy parancs az egész, és az egészet úgy kezeli, figyeli, hogy a játékos halt meg, vagy a boss, meg háromféle támadást elindít. Úgyhogy, tehát, hogy ilyen sok funkciója van, azok mindig jobban tetszenek. Azokat nagyobb kihívás elkészíteni. Például a legtöbb megtekintés ugye a bombákon van, amit Owen McKennyvel vettem föl, de nekem nem az a kedvencem. Az viszonylag egy egyszerű szerkezet, tehát eldobok egy entitást, mármint egy bájitalt, és akkor az majd lefuttat valamit. Ez ugye gyakorlatilag egy execute. Az annyira nem összetett, viszonylag egyszerű. Az szerintem inkább kreatív csapdák vannak benne, meg bombák. De ez számomra nem ez az érdekes, hanem hogy milyen kihívás elkészíteni. Mezei Laura ég a kíváncsiságtól, hogy tervezel Minecraftos videókat közösen Esztivel. Biztos, hogy lesznek még közös videók Esztivel, de ezek sosincsenek úgy nagyon előre tervezve, ilyen hosszú távon. Most egyébként konkrétan jelenleg nincsen terv, de biztos, hogy lesz valami. Okányi Miklós azzal a kérdéssel fordult hoznám, hogy ki a példaképed, akinek köszönhetően Command Block Sensei lettél. Mert hogy ki miatt csinálom ezeket a commandokozásokat? Nekem nem volt ilyen. Én amikor elkezdtem Minecraftozni, nem tudtam, hogy van benne ez a lehetőség, és túlélőben játszottunk, és egyik alkalommal mondta a haverom, hogy hát van ez a redstone, ezzel lehet ilyen dolgokat, ilyen működő dolgokat csinálni, és akkor úgy először úgy nem fogott meg a dolog. Jó, kíváncsi voltam, hogy ez vajon mégis hogyan működik, és amikor így elkezdtem szórakozni vele, olyan nem értettem, hogy működik, nagyon fura volt.
Aztán nem tudom, valamiért tovább foglalkoztam vele, és akkor úgy fölismertem, hogy jé, hogy ez ilyen jó, és aztán csináltam. És azóta csinálom. De nem volt ilyen. Olyan van, hogy megnézek egy másik videósnak a szerkezetét, és úgy megtetszik. Mármint úgy értem, hogy aztán én is kedvet kapok, hogy én is csinálok valamit. Például ez a bosszos dolog is onnan jött, hogy tudom, hogy vannak ilyen bosszok, és ki akartam én is próbálni, hogy milyen lehet egy ilyen bosszt összerakni. Szóval leginkább ilyenek vannak, hogy így ihletet vagy ötletet kapok, és akkor én is kipróbálok valami ilyesmit. De úgy maga a kommandokkozáshoz az, hát egyszerűen ez lefoglal, leköt, érdekel. Wagner Bence arra vár választ, hogy mit szólnál ahhoz, ha egy olyan kalandpályát kapsz, ahol a történetet neked kell összeraknod. Például találsz egy WC papírt, ki van nyitva az WC ajtó, akkor ki kell találnod, hogy miért ment oda. Nem egy atomfizika kitalálni, hogyha WC papír, meg nyitott WC van, akkor vajon mi történt? De azt hiszem nyomozós pályára gondolhat. Érdekes lehet, szívesen kipróbálnék egy nyomozós pályát. Szóval ki kell találnom, hogy miért ment oda, sok ilyen dolog lenne, és csak össze kell raknod. Jó, hát ha nyomozós pálya, akkor igen, azt szívesen kipróbálnám. The Big O kérdezi, a nagymacskák szeretik a kutyákat? Hogyne? Reggelire két kutyát is elfogyasztanak. Bató Gabi azt szeretné tudni, miért Csabusa lett a neved? Régen kaptam ezt a becenevet, és így játékokban is ezt használtam, úgyhogy a csatorna neve is ez lett. Vámos Balázs arra kíváncsi, folytatod-e a kalandpálya építés sorozatot, illetve szeretsz enni? Nem, azt a sorozatot valószínűleg nem fogom folytatni, túl nagy a pálya, és már nincs annyi szabadidőm, mint annó, amikor azt csináltam, úgyhogy... Úgyhogy sajnos ez a pálya valószínűleg sosem fog elkészülni. Nem tudom, mi lesz ezzel a pályával. A sorozatot végül is olyan formában el tudom képzelni, hogy más pályának az építését mutatom, de én úgy emlékszem, hogy nem volt az annyira nézett. Többször is láttam egyébként, hogy kérdezgették, hogy mikor lesz folytatás, meg lesz a folytatás, de én úgy emlékszem, hogy amikor annó ez aktív volt, mert ez aktuális volt, akkor nem volt annyira népszerű. Hát egy kicsit száraz, ugye, ott írom a parancsot, úgyhogy aztán én is folytattam. Nem tudom, talán teszek még egy próbát majd, vagy meglátjuk. És igen, szeretek enni. Marsi Szabolcs azt szeretné tudni, melyik a kedvenc játékod Rocket League és GTA-n kívül. Mondjuk itt sincsen kérdőjel, de ez milyen kérdés már most? Melyik a kedvenc színed? A kék? Mármint a kéken kívül? A zöld? Mármint a zöldön kívül? Most a kedvenc vagy nem a kedvenc? Egyébként mondjuk a Minecraft, de én azzal sem játszani szoktam, én ezt inkább szerkesztőnek használom. Nemes Szabi azt kérdezi, lesz live? Egyszer biztosan lesz, azt a kalandpálya építős live-ot azt szeretném folytatni, csak idő. Akkor, amikor valószínűleg a legtöbben néznétek, mondjuk így hétvégén, vagy... hétköznap is inkább délután, akkor általában nem érek rá, és így, hát így sosem jön össze az a baj, de biztos, hogy lesz live. Most így a közeljövőben nem tudok konkrét tervet mondani. Könyv Molly, vagy Moly két jével, vagy mi ez? Sasa. Azt szeretné tudni, honnan jönnek az ötletek a kalandpályáidhoz, hát a fejemből. Takács László Vendel azt szeretné tudni, hogy vannak szerinted felesleges parancsok? Végülis mondhatnám utána szély parancsot, az nem tudom mire jó. Tehát, hogy ez ugyanaz nem, mint hogyha begépelnéd csak simán a szöveget, úgy megjelenik cseten. Kalandpályán meg hát ezt ne használjon senki, arra van a tárró. Viszont tesztelésekhez nagyon jól jön, amikor ki akarom próbálni, hogy ez a command block itt lefut-e. Tehát, hogy van egy rendszer, és akkor meg akarom nézni, hogy ha ezt és ezt csinálom, akkor arra az ágra jut-e a jel, ahova kell. És akkor lerakok ide egy command blockot, beírom, hogy say a, és akkor megcsinom a tesztelést, és ha megjelenik a cseten az, hogy a, akkor jól csináltam. Tehát tesztelésekhez nagyon jó, mert rövid, csak beírom, hogy say a, az gyorsan le lehet gépelni, és ezzel tudom tesztelni a rendszert. Tehát végülis még ennek is van valahol haszna. Mindegyik parancs másra jó... Igazából akkor lenne egy parancs felesleges, ha lenne másik megfelelője, ami többet tud. De most ilyen nem nagyon ugrik be.
Jó, esetleg a set block. Azt hiszem a set block az nem tud semmivel többet, mintha egy olyan fill parancsot futtatnál le, ami csak egy blokkot változtat. Azt hiszem nem. Mondjuk annyi az ennyi, hogy szintén rövidebb. Most nem ugrik be, hogy van-e a set blocknak olyan funkciója, amivel többet tudna, mint egy fill. De egyébként, hogy válaszoljak, nem tudok olyan parancsot, ami felesleges lenne. Nagy Mihály azt akarja tudni, mikor jön az építős live második része. Hát igen, mint mondtam, nem tudom. Mindig terve van, meg mindig tolódik. Egyszer sikerülni fog. Rász Robert ég a kíváncsiságtól. Milyen érzés egy ilyen nagy közönség támogatása, mik a nagy tervéd a jövőre nézve? Hát nagyon jó. Nagyon jó érzés. Nem is tudom, mit mondhatnék. Nagyon aranyosak vagytok, hogy ennyi mindent készítetek. Gondolok itt a rajzokra. Ne, most be vannak csomagolva a legutóbbiak, úgyhogy nem tudom megmutatni. Legutóbb is kaptam egy halomrajzot. Nagyon aranyosak vagytok meg, amikor látom azt, hogy tényleg valahogy konstruktívan próbáltok hozzáállni a dologhoz. Például felhasználtok valami rendszert, vagy olyat írtok, ami tényleg odaillik, és tehát, hogy értelmesen szóltok hozzá a dologhoz, nem csak így, ó, hát ez nagyon jó. Az is jó, persze, hogyha leesik az állatok, az is nagyon jó érzés, de jobban szeretem azt, amikor aktívak vagytok. De csak addig jó, amíg van egy, hogy is mondjam, egy egészséges távolság azért. Tehát van az a szint, amikor Facebookon, meg Steamen, meg mindenhol folyamatosan jönnek a bejelölések, meg üzenetek mindenhol, és ez már sok. Tehát, hogy így ne kelljen már mindenhol bejelölni, meg beszélni, meg privát, meg azért legyen meg egy egészséges távolság. Szóval azt akarom mondani, hogy van, amikor ez átfordul a túlzásba, de úgy egyébként ugye az egészséges szinten belül, hát nagyon jó. És természetesen motiváló, hogy ezt folytassa az ember. Hát a nagy terveimet nem tudom. Az egyik, a halállabirintus, az tudja, hogy egy ilyen hosszú távú terv, az nagyobb. Lukács Domján arra kíváncsi, honnan jött az ötlet, hogy feltámaszt egy sorozatot, a sorozatot. Mióta van meg a Saints Row, és mi a véleményed a játékról? Nem is tudom, mióta van meg. A harmadik rész az szerintem körülbelül egy hónapja. Én a negyedik résszel játszottam, az már régebb óta megvan. Az nagyon megtetszett. Aztán Dinivel elkezdtünk játszani a harmadik résszel, és hát az ő ötlete volt, hogy ezeket vegyük fel. Kovács Ákos arra szeretne választ hallani, hogy ha új parancsokat rakhatnál be a Minecraftba, akkor milyen parancsok lennének azok, és miért raknád be őket? Ó, ez egy tök jó kérdés, ez tetszik? Ez egy érdekes kérdés. Hú, sose gondoltam ilyesmire. Én inkább olyan változtatásokat csinálnék a Minecrafton, ami a mostani parancsírást könnyíteni meg, mondjuk akár egy felületet, ami felsorolja, hogy milyen MBT-k vannak tartoznak egy mobhoz, és akkor nem kéne a wiki oldalt böngésznem, meg ha működne a tabos kiegészítés szinten az MBT-kre, ó, meg a többsoros kommandok, tehát hogy hihetetlen, hogy milyen hosszú parancsokat lehet írni, és még mindig ez a vékony csík, ezen kell így kukucskálni, ez is szörnyű. Na meg ezzel kapcsolatban tudnék rengetegféle fejlesztést. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót is. Most azért nincs kép, mert Eszi már elvitte a kamerát, veszi fel a következő speedartot, úgyhogy sajnos így maradtam, csak a hangom maradt itt. Mikrofonban kettő van, tehát azt már nem tudja elvinni, haha. Szóval remélem tetszett, a kézikönyv óvjon.